A kékmezes HR Rend Kozár Michelin csapata a Fehérmezben játszó Szegedi VSE gárdáját fogadta az MB3-as labdarúgó bajnokság 7. fordulójában. A találkozó 10. percének elején egy vendégszöglet után Beretka Péter fejesét Somogyi Máté védte. Ugyanebben a percben egy szép Kozár Michelini akció végén Hampuk Ádám közeli lövése elakadt a kapusban. A 13. percben Kormányos Kolos 25 méterről lőtt a kapu mellé. A 22. percben egy szegedi kontra végén Somogyi Máté ismét nagyot védett. A 23. percben Hampuktól kapta a labdát Turi Tamás, lövését azonban Molnár Krisztián szögletre hárította. A 27. percben Ondrejo Tamás elé került a labda, ő 7 méterről lőtt, Somogyi azonban ismét bravúrral hárított. A 35. percben egy baloldali vendégakció után ismét Somogyi védett egy közeli lövést. Egy perc múlva Szabó Dominiktól kapott remek labdát Hampuk Ádám, ő azonban azt a kapusba lőtte. Ugyanezt tette Kozics Barnabás is a 39. percben, ő Kirtner Krisztiántól kapott labdát. A 41. percben Busa Bence közeli fejesét Somogyi ütötte ki. A 44. percben Kozics Barnabás passzolt Szabó Dominiknak, aki kiugratta a mélységből érkező Kirtner Krisztiánt, és ő góllal fejezte be az akciót, ezzel 1-0 volt az eredmény. Nem sokáig örülhetett a Kozár Michelini közönség, hiszen a 46. percben Fülöp Tibor indította a lesen álló Beretkát, akinek labdájába belelépett Talabér Attila, a megpattanó Busa elé került, aki közelről passzolta a kapuba, ezzel kiegyenlített a Szeged. A 48. percben Kocsis Adrián szöglete veszélyesen érkezett középre, Füredi Szabolcs feje fölött centikkel szállt el a labda, majd alig ment el a hosszú kapufa mellett. Az 55. percben Kirtner Krisztián tette Szabó Dominik elé a labdát, aki középre passzolt, de Hampuk elől mentettek. Az 56. percben Kozics szögletéből Hampuk Ádám közelről fejelte a házigazdák második gólját. A 68. percben Kirtner indult meg a kapu irányába egy megszerzett labdával, majd Babinski Bence elé passzolt, aki közelről ajtóablak helyzetben a kapufát találta csak el. A 73. percben Szabó Dominik beadását fejelték ki, szöglet következhetett. A 79. percben Füredi utolsó emberként szabálytalanul állította meg a kapura törő Beretkát, amiért a játékvezető kiállította. A 87. percben Fenyvesi Olivér feküdt bele egy középről leadott lövésbe és blokkolt. A 88. percben oldalról beadott labdát fejeltek kapura a vendégek, Somogyi azonban védett. A 92. percben egy szép akció végén állította be a 3-1-es végeredményt Kozics Barnabás. A 93. percben Somogyi egymás követően két alkalommal is védeni tudott. Nehéz most szavakat találni egy ilyen mérkőzésre, mivel ez volt az első hazai győzelmünk. Mégis nehezen tudok örülni ennek a győzelemnek, mivel 12 percig uraltuk a meccset, és onnantól kezdve olyan szinten szétestünk, hogy kimaradtak a helyzeteink, hogy tehát ilyen, nem is láttam ilyen rosszul játszó csapatot. Nem tudom, mi volt velünk, ezt meg kielemezzük, megbeszéljük a többiek, hogy mit csináltunk, de lényeg, hogy nyertünk. Nagyon nehéz mérkőzés volt, de szerencsére behúztuk. Ezt úgy gondolom, hogy megérdemelte a csapat, végre a közönség is, hogy ugye itthon játszottunk és végre nyertünk. Úgy gondolom, a csapat mindent beleadott ebbe a nehéz időben, úgymond, hogy ugye nagyon meleg volt, de szerencsére nyertünk. Kifejezetten csalódottak vagyunk és dühösek. A szezon eddig legjobb játékával sikerült ma vereséget szenvedni. Úgy gondoljuk, hogy a bíró elég erősen belenyúlt egy hibás döntéssel, amit ugye el is ismert, sajnálja. Sokkal erre mi nem megyünk ebben a helyzetben, sajnos ez most nekünk nem elég. De mindegy, úgy kell futballozzunk, és annyi helyzetet kell belőjünk, hogy egy ilyen bírói döntést is elbírjunk viselni, ami ilyen szinten befolyásolja a mérkőzést, ami az utolsó 10 percben lett volna. Ettől függetlenül a srácokat dicsérni tudom, bár voltak hibáink, de úgy gondolom, hogy ő magasan a szezon legjobb játékát nyújtva, 6-7 tiszt az ígyszer teremtve, ezt a mérkőzést megnyerhettük volna, hogyha jól sáfárkodunk ezekkel a helyzetekkel.